Igazán jó hangulatban telt a legutóbbi sváb bál is hajóson. A november második hétvégéjén tartott hajósi hagyományőrző sváb néptánc egyesület által szervezett rendezvény mostanra mondhatni már hagyomány a városban. Ez az egyesületnek a bálja, és mindenki, aki támogatja ilyenkor a bált, akár mint szponzor, akár mint résztvevő a belépővel, vagy ha tombolát vásárol, ez mind-mind az egyesületnek a támogatása. Az egész estés mulatságot természetesen műsor is színesítette. Minden évben az egyesületnek a tánccsoportjai és az énekkarja adják a műsort. Itt a csoportokat úgy értem, hogy az egészen kicsiktől, az óvodásoktól, a legidősebbekig, akik az énekarosok, ők adják a műsort, illetve az idei évben nagyon nagy örömünkre a németországi hírlingeni testvérvárosból is érkezett tánccsoport, vagy érkezett a testvér tánccsoportunk, és ők is műsort adtak. A bemutatott koreográfiákban voltak olyan táncok is, amiket még a hajósiak évtizedekkel ezelőtt a német vendégektől tanultak, így most vegyes párokat alkotva ropták azokat. Nagyon nagy volt az idei évben az érdeklődés a bál iránt, aminek nagyon örülünk, mert nem csak hajósi vendégeink voltak, hanem a környékbeli településekről is egyre többen szeretnének ezen részt venni, és egyre többen járnak, és úgy mondhatom, hogy nagyon sok idézőjelben idegen vett részt az idei évben is a rendezvényen. Nagyon sok tombola felajánlást és anyagi támogatást kaptunk akár a hajósi lakosságtól, akár különböző cégektől és állandó szponzorainktól. A bál bevételét a Schwab Néptánc Egyesület elsősorban népviseleti ruhadarabokra és a fellépések úti költségeire fordítja majd.